8 autót tört össze tegnap egy BKV busz a 3. kerületben. A jármű egy épületnek ütközött és egymásnak tolta a kocsikat. Sajtóértesülések szerint a sofőr rosszul lett, ez okozta a balesetet. A szakszervezetek már korábban jelezték, a sorozatos túlórák jelentősen megemelik a baleseti kockázatot. A szakszervezetek számításai szerint a buszvezetők egy év alatt gyakorlatilag 15 hónapnyi munkát végeznek. Nemes Gábor a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Felidéztük a nézőknek, hogy ők már korábban, már egy évvel ezelőtt is kiálltak, sőt feljelentést tettek, hogy akkor azt tervezték, én erre a határozat emlékszem, hogy a túlterheltség, a BKV sofőrök túlterheltsége miatt most már tehát elfogyott a türelmi idő. Tud valami biztosat arról, hogy a tegnapi baleset, ahol a sofőr rosszul lett, az azért következett be, mert ő túlterhelt volt? Hát információm szerint jelenleg is felülvizsgálat zajlik az adott kórházban, ahol a járvezető most jelenleg van, tehát ennél több információ nincs, de ez is mutathatja azt, hogy egy ilyen helyzetek állhatnak elő, és nem riogatni szeretnék senkit, de valóban már második éve zajlik, hogy nagyon magas túlórával végzik el a kollégák a munkájukat. Több-több lett feladat jelent meg. Ilyen az első ajtózás, vagy éppen egy egyárusítás kérdése, vagy az egyéb technikai eszközök megjelenése, azt hozta magával, hogy ezeket nem megfelelően készítette elő a BKV. Azt állították, hogy ezen többletterhek kapcsán a megfelelő kockázatértékeléseket elvégezték. Mi egy külső szakértő bevonásával megállapítottuk, hogy nem végezte el a BKV ezeket a vizsgálatokat. Ez de ékesen... milyen többletkockázat van, például egy elsőajtós felszállásra? Az, hogy különböző hatások érni. Tehát egyfajta hatástanulmányokat kell készíteni, hogy az addig kifejezetten járvezető feladatokat végző kollega most már jegyet árul, az utasokkal ezáltal akár konfliktusba kerülhet, illetve az első ajtózás kapcsán olyan feladatai vannak, hogy fel kell ismernie nyilván azt az 50 féle utazási igazolványt, jegyet, amit neki kontrollálnia kell. Tehát csak az első ajtón lehet felszállni, és ott kell felmutatni, így van. Hogy... Tehát ezek egy olyan többletterhek, akár pszichikailag is olyan hatások érik a kollégákat, amit előzetesen mindig fel kellene mérni, és ha ezt felmérik megfelelően, akkor ehhez kellene igazítani a munkakörülményeket. Ez az, ami nem történt meg, és ékesen bizonyítja, hiszen a BKV jelenleg végzi, illetve adta ki azt a felmérő ívet, amin keresztül próbálják most utólag ezeket a vizsgálatokat elvégezni. Mik vannak ezen a felmérő íven? Ön elfárad-e estére, vagy hogy lehet ezt felmérni? Hát majdnem ilyen laikus kérdések. Kicsit abban a szempontból meglepődtünk, hogy igazán magára hagyták a kollégákat ebben a kérdésben, hiszen részükre kiosztották ezeket a kérdéseket, majd megjelölték, hogy milyen felhasználó néven és jelszóval tudnak belépni a rendszerbe, és ott adott esetben megadni a válaszokat. Nem hiszem, hogy így kellene ezeket a vizsgálatokat elvégezni. Mert mit kellene egyébként csinálni? Tehát, hogyha mondjuk a vizsgálatok elkészülnek, vagy elkészültek volna, akkor hogyan lehetne tehermentesíteni a sofőröket, vagy biztosítani azt, hogy őnekik a plusz munka mellett azért legyen elég energiájuk, figyelmük, az egyébként tényleg idegülő, energiát zabáló budapesti közlekedésben folyamatosan koncentrálva közlekedni. Például a menetrendek és a pihenőidők. Ez a másik része a dolognak, ami nagyon nagy gondot okoz a kollégák számára. Tehát az elmúlt években jelentősen romlottak a menetrendek. Feszített tempóban dolgoznak a kollégák. Ez azt jelenti, hogy a végállomásokon nem tudnak kiszállni. A pihenőidők is komolyan megnyírbálásra kerültek. Tehát a pihenőidő az ha más nem, akkor a munkatörvénykönyv által mindenképpen biztosítani kell, nem? Biztosítani kell, de 2012 előtt minimálisan 15%-nyi pihenőidőt biztosítottak a kollégák, de a kollektív szerződés felmondásra került, és ezáltal, illetve a munkatörvénykönyve módosításával sokkal rosszabb körülmények közé kerültek a kollégák. Egy példát mondok, ameddig a régebbi időszakban a hetes autóbuszon, mondjuk egy 8 óra időszak alatt végeztek 6 kanyart, vagy 6 kört mentek, most ugyanez a szám már 7 vagy 8 kört, tehát ugyanannyi idő alatt sokkal feszítettebb tempóban dolgoznak a kollégák. De várjon, ez például ugyanannyi idő alatt,
hogy most 6-szor vagy 8-szor megy ugyanazon az útvonalon, azt máshogy nem tudja megtenni, mint hogy gyorsabban megy. Ennek a feltételei megvannak? Nem gyorsabban mennek, hát hanem hol? Lefaragták a pihenőidőket. Erről beszéltem, hogy 2012 előtt. Tehát ugye be volt kalkulálva a tehát nem folyamatos közlekedésre. És nem, hogy csak megfaragásra kerültek ezek a pihenőidők, hanem amit most az elején beszéltünk, hogy az első ajtózás, a jegyárusítás, ez még plusz feladatként jelent meg, és ez egy olyan stresszt okoz a járvezetők számára, amit nagyon nehezen viselnek el, és plusz a túlóra, plusz tehát ez a feszített tempó hozhatja azt, hogy rosszul létek fordulhatnak elő. Voltak már ilyen esetek, és akkor még nem beszélek arról, hogy az elmúlt hónapokban azért a migránszállítás ez még mindig egy plusz feladatot hozott, hiszen sok esetben szabadnapból mentek el a kollégák, tehát az elmúlt... Tehát a horvát határól Ausztria irányába? Igen, igen. Tehát azért is a MISZAK szervezetünk tiltakozott. Hányszor fordultak, azt így összeszámolták? Hú, hát 100-on fölül kollega vett részt ebben az akcióban, és hogy hányszor fordultak, arra konkrét példát így nem tudok mondani, azt viszont igen, hogy volt olyan eset, amikor a kollega előző este elindult, mondjuk a röszkei határól, és másnap délelőtt 9 órakor mondjuk még csak Bicskénél tartott. Tehát ez egy olyan monumentális idő, ami alatt igazán pihenésre sem volt ideje a kollégának, és ezt is szakszervezetünk kezdeményezte, hogy igenis biztosítsanak a váltószemélyzetet, biztosítsák azt, hogy menet közben, ha szükséges, leváltásra kerüljön a kollega. Értem. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt.